Sziasztok, Robin vagyok, és most játszunk egy kis Fun Together játékot, úgyhogy mindjárt föl is megyek DC-re. Egy pillanat, és már... Mert ugye Jocóékkal fog játszani, úgyhogy megyünk is. Na. Na nézzük, azt mondja, hogy fan keresés. Na, jó cuka. Hú. Kicsit grafikán beállítok. Nagyon magasra. Na. Yeah. Itt vagyok, ragyogok. Benzin. Már egyébként csináltam videón kívül egy kisebb labirintust. Ó, sokkal jobb. Na nézzük. Csináltam Jocónak egy 8x8-as labirintust, amit meg fogok most itt nektek mutatni. De miért vagyok? Így, ez az. Hi. Hú, micsoda labirintus csinált így random. És itt van az én kicsike labirintusom, amit megcsináltam pár perc alatt. Azért kellett gondolkoznom. Látjátok, pár másodperc alatt végigmentem. Na igen. Megírom, hogy fent vagyok. Húzhatsz. Pa-pa-pa-pa-pa. Na. Na, halló. Hello, szia! Na most megyek végig a híres, nevezetes labirintusodon. Kíváncsi vagyok, hogy hol van ennek a másik kiárata, mert nem jelezte. Ja, ott van a végén, látom. Igen, ott a végén. Hű. De figyelj már, hát ez milyen már? Eltévedtem. Rossz irányba mentem. Na hát. Milyen kinyír a kanyar. Aha. Kiha. Hát, és... Megyek, de cögök. Most már nagyon jó. Tökéletes. Na. Robin, te tudod, hogy hívják azt a lámpát, aminek ilyen zöld növény a lámpatartó része, és kék világító rész van rajta? Ez a gomba fa. Nem gombafa, hanem konkrétan lámpa. Kiértem, ez az, kiértem! Ez az kisebb gondolkodás után. Most melyikről van szó? Nem
beírod azt a Google-be, hogy Farm Together Blue Lamp, és akkor kiadja, hogy ilyen növény, ilyen halított növényszár a lámpának az álló része, és kettő ilyen kéken világító termés van rajta, vagy mi, és ez lámpa. Nem tudom. Így nem nagyon vagyok úgy otthon, nem eventes cucc. Hát, ha ezt tudnám. Juanita rá tud keresni, ha beírod így a nevét annak a... Mert akkor ő biztos, hogy akkor így könnyebb lenne neki is. Hát ez az nem tudom, mi a neve annak a lámpának. Ja, hogy... nem tudod? Helye? Az lehet eventes, nem? De most van a... Én úgy vettem észre, hogy vannak ilyen kicsi eventes, meg nagy eventes dolgok, és kisebb-nagyobb szünetek vannak. Beraktam a chatre, beraktam a chatre. Aha. Ja. Közben ezt a lila káposztát, lombardiai káposztát, azt úgy csináljam, vagy... Hogy hogy legyen? Persze, persze, bármit lehet ültetni közben, nyugodtan. Jó. Ami kell, jöhet. Ami nem kell, az is jöhet. Kell a lóvé. Oké. Akkor nézzük csak. Jó, ez a labirintusos. Egyébként tetszik. Hát most már azért sokkal jobb, és 40... 38 és 45 százalékot vesz le, valamikor 31 százalékot a CPU-mból. Sokkal jobban érzi magát így a játékom is. És maga, és tulajdonképpen most a magas grafikán van, a legmagasabb grafikán. Hát akkor neked úgy néz ki, a processzor nem bírja az OBS-t. Azért elég sokat használ. Hát igen. Meg ugye ott van a Discord, meg itt van a játék is megy közbe, meg az OBS is. Igen, ezért letemeljük. Ja, és most megnéztem, hogy mi az a felbontás, amit szeret a gépem. Na, és mi az? 960x540. 960x540-es felbontást? Mhm, igen. Abba veszni föl a aha. Azt szereti. Tulajdonképpen az egyel alatta lévő. Majd az... Robin, az új gép. Ott be lehet rakni full HD-ra, és olyan tűéles képed lesz. Jaja, tudom. Egy hónapon belül meg lesz az új gépecske? Hát úgy szeretném, hogy így a hónap közepén akarom így megrendelni. Majd így a számítógépesünket majd így értesítem, hogy mit szeretnék, ő bedob pár ajánlatot. Persze... Jó, drágák az alkatrészek, az a baj most. Tudom. De muszáj lesz, nem tudok várni. Mert ugye gondolj bele, hogy később se lesz olcsók, sőt, akkor fognak, amik most olcsók, azoknak az ára is fölmenni, úgyhogy annak nem fog változni az ára. Hanem pont hát a... A videókártyák ára az nem fog lejjebb menni, az hódzi el. Mostanában nem valószínű. De nem az, hanem nem csak hogy nem fognak lemenni, hanem amiknek most olcsóbbak, vagyis hogy amik olcsóbbak, azoknak az árai fognak feljebb jutni, és akkor elérik azt az árat, ami most a videókártya ára. És ezek nem fognak lejjebb menni, hódzi el. Hát igen, elég sanszos. Egyelőre nem fognak. Mondjál olyan dolgot, aminek lement az ára. Mine? A fizetés. A lejárt termékek ára. Vagy hát, mondjuk, amit emlékszem még az anno a CBA-ban, amikor árulták 15 forint per darab áron a száraz zsomlét. Hát igen. Jó sokat. Egy kosárnyit, gondolj bele. Most miért lett sárga? Ez eddig kék volt ez a lámpa.
Lombardiait jó párat leraktam, nem tudom, hogy mennyit. Mennyi kellene neked? Fogalmam sincs, mert nem néztem, csak úgy... Csak úgy csináltam. Ha úgy látom, hogy már a feliratkozók száma nálam már 1060. Rohamot megnőttek nálad. Igen. Pedig hát csak videózok, és nem hittem volna, hogy ennyien kíváncsiak lesznek tartalmamra. Csak úgy csinálom, csinálom, aztán így élvezem. Hát mindjárt elérem a 2900 videómat, gondolj bele. Jézus úristen! Kevesebb, mint 30 darab kell szerintem, vagy kevesebb, mint 40, vagy nem tudom már így, de... Az azért durva. Jó, hogy te ipari mennyiségbe gyártod őket. Hát én persze. De nem tudok leállni velük. Hát ott feltűnt. Nem is baj, hát figyelj, nem is baj. Ez a, így a jó. Igen. Meg emlékszem, hogy így kérdeztem Juanintától, hogy melyik magyar videós készített több tartalmat ebből a játékból. Hát a válasz egyértelmű volt. Szóval ilyen. Vajon ki volt az? Hát nem tudom, fogalmam sincs. Én így a magyarok közül azt tudom, hogy Csontinál láttam legutoljára, vagy hogy legelőször, és akkor megtetszett. Mert ugye én ilyen, szeretem az ilyen pepecs munkákat, meg ilyen farmolgatás, meg ilyeneket. De ott azt mondta Csonti, hogy lehet, hogy fel kellene újítani a videót, mert tulajdonképpen az a videó az inkább kritizálós videó, mint vagy normális videó lenne, vagyis dicséretes videó. Tulajdonképpen úgy mondta, azt hiszem, hogy ez olyan játékosoknak való, akik szeretik a pepecselés meg a folyamatos grindolás játékot. És mondjuk lehet, hogy igaza van. De úgy már elég sokszor mondtam neki, úgyhogy szerintem ő is gondolkozik, hogy lehet, hogy egy frissebb videót kellene róla már így csinálni, mert legutóbb az, hogy ez 2018-ban jelent meg ez a játék. Mikor? 2018-ban. Ja, 2018, azt hittem 2008. Nem, 2018-at mondtam. 2018 legeleje, vagyis hogy majdnem így, február-március környékén. És akkor, mint kiderült, van itt az én videóm miatt lett a kedvence. Igen? Te ösztönözted? Én. Pedig előtte a Stark is játszott ezzel. Sőt, szerintem most is játszik, csak videón kívül. Meg néha-néha szerintem így fölmegy a farmjára. Igen, mert... voltam föl már az ő farmján egyszer, láttam, hogy online. Fölnéztem rá. Tényleg? Csak nem lehet tudni, hogy mikor vagy hogy. De megismert vagy nem is? De megismert. Ja. Akkor gondolom volt egy kis chat party. Ezek a... hétvégén születésnapi ünneplés lesz. Persze teraszon, szigorúan teraszon. Kinek? Anyukámnak. Anyukád, na. Jaja. 75. Ó, gratula hozzá. Az apukám ugye márciusban volt 77. Igen, azt mesélted, de emlékszem.
Az már szép, mind a kettő. Így van. És élvezzük, segítjük egymást, minden. Élvezzük az életet. Hú, tegnap háztornoztam. Hát azért a vége felé nagyon, nem nagyon akarta beadni a győzelmemet. Legalább 7-szer zsinórba vesztettem, vagy 6-szor, vagy 7-szer. Direkt olyanokkal tett össze, hogy... hagyd ne mondjam. És szivattak engem. A rugók, tudod, azok olyanok, hogy... hogy minden kombót megcsináltak rajtam, hát ez... Közben azért ide a tyúkokhoz csinálok egy kerítést, hogy nehogy kiszökjenek itt nekem. Ja, meg itt... Ja, igen, itt volt a megvétel. Ja, képzeld el, hogy videón kívül a, az állatokat tudod, hogy mennyire rendeztem azokat, így rendezgettem ide, oda, hamoda, több mint 3,5 órán keresztül. Azt a, az igen. Közben hallgattam streameket Twitch-en. Jaj, ezt a lámpát nem engedi. Melyik? Melyiket? Nem engedi, nem engedi belerakni a kerítésbe. Hát az nem is. Ó, Istenem, hogy miért nem engedi? Há, itt van egy akadály. Jaj. Mindegy. Kiutottam, tesni. Ez így elég baj. Mindjárt megnézem a feladataidat, hogy mik vannak. Azt mondja, hogy... Mangold. 0 darab. Shuri alpaka. 0 darabod van. Azokat mind rakhatsz, hogyha gondolod. Jó. Mangold. De figyelj, tényleg nincs mangold? Nincs, úgy nem emlékez... raktam, úgyhogy azt is... Azt is... Jó, mert nyár van, most lehet ültetni. Hó. Oké. Hát, nagyszerű. Jó, hogy ide. Jó. Fönt itt a 4-esnyi, ott van a nagy terület amúgy. Ezt végigbe lehet. Mindegy, itt megvan ez a mangold. Na, úgy emlékeztem, hogy így mangold volt. Volt, ne. Holnap home office lesz. Az a jó, hogy lesz majd 24-én ugye a... ő... ilyen ünnep? Ünnepnap? Ja, a pünkösd, tudod? Pünkösd, igen. Neked se jutott eszedbe, nem? Mert annyi ünnepünk van, hogy már azt se tudom, hogy... De a furcsa az, hogy mindig ilyen... olyan szomorú ünnepünk van, nem? Nincs vidám ünnepünk. Jó a húsvét, mert jó a húsvét az, mondjuk. Na jó, karácsony is jó azért. De így az október 23-a, meg március 10-a, na mindegy. Ez olyan, ilyen szomorkás. Bár lehetne egy... bár lehetne a himnusz is egy kicsit sokkal vidámabb. Nem pedig mind a keserű. Mint hogyha ilyen izé, citromot nyeltek volna mindannyian. Ez dobta a gép nekünk. Ja, igaz. Ez sorsolta a gépt. Na, a mangold, ez bőven jó. Igen, akkor súlya. Hát nézzük. Az állatokhoz, a csirkékhez. De most nézem, hogy milyen feliratot csináltál. Milyen feliratot? Ja, az eventes. Event. Az eventes cuccok mennek majd, ha van event. Tehát ugye most nincs.
Na, ez nincs. De most láttam, hogy egy nap múlva lesz. És egy új. Lesz. Aha. Nem mondod. De. Egy nap múlva lesz. És ez milyen lesz, azt tudod? Nem tudom. Titok. Rejtély. Blossom. Akkor ilyen világos event. Akkor lehet ott kapni meg ezt a lámpát, amit én most kerestem. lehet. Mindegy, igen, súrika. Hát szerintem 18 bőven elegendő, nem? Vagy még 12-t lerakjak? Még egy-két sorosba. Na még egy-két sorosba azért, hogy neked legyen bőven. Jó így? És akkor ez így... Okay. Ennyi. És akkor bekerítem. Farm Together Steam oldalán fönn vannak. Na hát én ezt nem is figyeltem. Tényleg? Ezek szerint? Hát... Pedig már hány órát, már több mint 250 órát nyomom, és még ilyet se tudok. Nem mindig jó. Ember mindig tanul. Ja, holtig tanul, tényleg most jut eszembe. Képzeld, de megvan nekem a Robin Williams-es, tudod, az a... Nem tudom, melyik az a film. Robin Williams, hát sok van. Valami hajléktant játszik, vagy nem tudom, de ilyen diákok veszik körül, vagy nem tudom. Hűha, ezt most nem ugrik be ennyiből a címe. Végi? VHS kazettán van meg. Robin Williams-es, nem a... Nem jut eszembe a címe, na mindegy. Vagy nem gondolsz rá, akkor eszedbe jut. Az biztos. Mindig így szokott lenni. Meg ha nem keresel valamit, amit keresni kéne, az is, azt is megtalálod mindig. Igen. Az mindig úgy szokott lenni. Na, bekerítettem a súlyikat. Milyen tortája lesz anyukádnak? Nem tudom, semmit nem tudok. De már az ajándéka már megvan karácsony előtt, már megvettem. Az igen. Na és mi az, meg szabad tudni? Kölni. Valamilyen kölni, most már így. Az mindig jó. Ja, szerintem Estée Lauder. Az igen. Egy ilyen krém-szerű. Ilyen nappali hidratáló krém. Nem emlékszem, hogy mindenkinek, aki úgy gondolom, hogy már úgy régi, már a ridikül, tulajdonképpen mindenki engem kér meg, hogy vegyek táskát, igen? Táskát, mert én, nekem jobb az ízlésem. Nem mondod. De, képzeld el, folyami. Az durva. Elmehetné egy divat szakértőnek is akkor. Hogy fújt nálunk a szél most, a jó ég? Úgy látom, hogy van egy szarvasmarha, ami küldetése, és úgy látom, hogy nincs belőle egy darab se, de viszont egy darab 30 ezerbe kerül. Ó, látom, milliómos vagy. Ma azt hittem, hogy az M mellett ott vehetsz van egy nyugodtan. D. Annyit veszel, akkor millió... Robin, amennyit szeretnék. Jó, oké. Okay. Az összeset is megveheted. Hát azért szépen csak óvatosan ezekkel a pénzszórásukkal. Még úgy tudom, nincs hogy itt sok Laci, van. Figyelj, nincs itt Laci, aki elszórja, most elszórhatod te. Ja, igen, hát. Azt, amit csoda, még le is térköveztük a labirintust, de nagyon profi. Még jobban zavarulok amúgy, ha le van térkövezve. Tényleg, én direkt nem köveztem. Én most kipróbáltam, hogy néz ki, és amúgy így még zavaróbb, hogy merre kell menni. Mert az utak is összezavarnak, hogy merre kanyarodnak. Ugye rossz. Na most már legalább tudod, hogy miért nem csináltam ezt meg.
A labirintus az... Ja, egyébként kezded el, hogy ma adják oda a futárnak az utolsó két kötetét a matematika világának. És véget is ért. Igen. Sajnos nem sok fogyott belőle, így 60 kötet helyett 40 lett. És hamarabb befejezték akkor? Igen. 40 kötettel. Ó, jaj. Hát, szerintem az a 40 is, mire kiolvassa valaki, addigra már kész matematikus lesz. Egyébként elmondom neked, hogy matek tanárok vették meg ilyen nagy többségben. Az kevés. Poémi. Matek tanárok vették. Sajnos a kedvenc újságosomnál csak egyet kapott. Most gondolj bele, újságoshoz meghirdetik, hogy a nagyobb újságárusoknál kapható, erre csak egyet kap. Ez elég szerint. Érted a logikát? Hát nem, amikor négyen vagy öten szokták venni, és a vége felé már egyeket kapott, úgyhogy kénytelen voltam megrendelni. Online, mi? Igen. Most írtam a... mert már nem fogok itt szórakozni az Icarus vadászattal, hogy megrendelem tulajdonképpen előfizetett tulajdonképpen a legendás buszok a múltból, mert már nem bírtam már így a vadászatukat, hogy még a hatodik, vagy a negyedik újságosnál sincs, vagy már elfogyott, vagy csak keveset kaptak, vagy ahol több volt, ott pillanatok alatt 9 darab volt, és már fél hétkor már nem volt semmi. Azért kértem 5-kor. Azért. Hú, az igen. Szépen feldíszítetted. Még cicus díszíti itt a lámpákkal oldalt. Rohadt jól néz ki. Én meg itt a marhákkal vagyok elfoglalva. Nem a marháskodj, Robin. Hát nem a marháskodj. Nem marháskodok. Na jó. Nézzük, azt mondja, hogy a kecskéből, ami még küldetéses, abból 13 darab van tulajdonban. Szerintem az maradjon, hogy... Úgy látom, hogy jó sok hal. Mi a bolc, ha a bolc csak 6 darab van tulajdonban? Jól látom. Csatogó halból is 13 darab? Hát az nem sok. Hát mindig cserégetni szoktam a halakat. Más teszek a helyükre. Mert annyi hal ültetvény nem akarok, hogy mi az tavat ültetni. Hát elég, hogyha egy területet megveszel és azt tele teszed halakkal úgy, hogy így lezárva, hogy külön mindegyik, nem egybe az egész, hanem úgy külön-külön, mint nálam. És akkor... Csak amit nem kell, azt nem szoktam megtartani ilyen. Kitörlöm és veszek a helyére másikat. Hát, de annak mi érte? Na mindegy. Jó. Nálam mindegyik megvan. És akkor, amikor éppen annak van küldetése, megnézem a térképet, látom, hogy az villog narancssárgán, és akkor tulajdonképpen akkor így azt... És elpasszolom a csattogóhalakat, aztán veszünk a helyére izét, amit mondtál. Csattogóhalakat? Hát ne, az is küldetés. Most néztem. És most nem. Hát a csatogó, ha dehogy nem. 13 van belőle, és ott van küldetés. Küldetéses, nehogy elad. Na a küldetéses, sima küldetéses, nem a vörösös. Hát a sima küldetés, azt mondom. Ja, csak a... Oké, okay, most irakok egy csomót. Most lesz sok.
Az olyan, az albino amúgy, ez a sima csattogó hal. Ja. Jó kezdek a rózsaszín nyulak. És akkor majd valamikor csinálok egy olyan területet, majd Juanitával, hogy tulajdonképpen egy területet veszek, és ott ilyen vizes terület lesz, kalózós és vikinges terület. És ott lesz majd a rizsem is. A rizsa. A rizsi-bizsi. Hú, emlékszem, amikor a tesóm, ő még fiatal korában ugye meccsen volt, és a igazi meccsen, ilyen, nem tudom, külföldiek ellen, ilyen vízilabdázás. Igen. Aha. És akkor úgy mondták, úgy drukkolt a nép. Jó, meglett a küldetés. Na, gratulálok. Úgy drukkolt a közönség neki, hogy hajrá, Rizsa! Hajrá, Rizsa! Ez ott a Bece neve? Nem, hát Rizs. Tudod, a Rizs. Ja, a Rizs. Ugye a vezeték neve a Rizs, és akkor hajrá, Rizsa! Hajrá! Ja. És azért durvákat lőtt. Ugye edzésekre is járt meg minden. És jó, gondolj bele, hogy iskola után edzés, és utána a házi feladatírás. Hú, az jó lehetett. Hú, ilyen jó későn gondolom. Én már aludtam, azt tudom, amikor megjött. Ugye tulajdonképpen a szekrény választott el minket. Ilyen szoba. Egy szobán belül. Aha. És akkor néha úgy át tudtam nyúlni, tudod. Ja, polcok között. Az jó lehetett. Ja. Ja, vettetek egy új területet? Hát majd erre folytatni kéne az épületes dolgokat, csak nem tudom, hogy mi legyen, milyen épületek. Mit szólnál a... Hát, bár gondolom, hogy a alaidat nem olyan nagyon akarod, pláne ott a tavas részét nem akarod szétszedni, meg másod. Hát mindegy, a halakat használ. Olyanokat, bár gondolom, hogy nem szeretnéd, hogyha a halakat. No, ide épületek jönnek még tovább, mert úgy csináltam, hogy a térkép közepén, itt végétségben, itt épületek legyenek majd. Ja, egy egész város van itt, igen, látom. Piacra gondolsz? Hát nem, hanem ilyenekre, amik itt vannak. Ja, hogy ezek, aha. De lovagok jönnek majd. Ja, és majd csinálhatunk majd egy olyan videót, hogy tulajdonképpen a vikilóidat így berendezni. Aha, lesz egy olyan majd külön. Ja. Az egy külön világ már. Ja, hogy többet gondolsz. Uh-huh. Jó lesz ez berendezni. Életfogytiglani berendezkedés. Egy lehet csak a várból, nem már? Sajnos egy. Bakker, azt hittem több lehet mindenből. Nem. Az milyen jó lenne, mi? Igen, akartok kettő szimmetrikus legyen. Egyébként azt tudom, hogy... lesz majd egy ház, és már látom is. Itt van ez a... Ja, aha. Lesz majd egy házam. Azt nézem, hogy hol van az, melyik az. 3. Gondolom nincs olyan ház, ami 2x2-es, hanem ezek nagyobbak. Ezek 3x3-osok. Úgy látom. Ja. Ajaj, akkor
akkor át kell majd alakítgatnom, mert ugye ott, ahol volt... Jó, ez a homokozó itt. Hát ugye az biztos, hogy az én területemen két nagy terület, az csak az elementes dolgokkal lesz tele. Tűzdelve, meg amik még nincsenek. Így. Hát akkor még lehet mit rakni. Igen. Azt hiszem most van 7 üres területem, amit még meg tudok venni. Mennyi? 7-7-es terület. 7? Wow. Úgyhogy 42 már dugig van. Tulajdonképpen lehetne ezt is mondani. De lassan kijátszod a játékot, Robin. Ó, de hogy is, hát még hol vannak az épületeimnek a berendezkedése, meg minden más? Meg ott vannak az eventek, amik egész évben vannak. Ugye? Ja, hát az igaz, mondjuk. Úgyhogy, nem, hát ez... Ez egy never ending story, sose lesz vége. Hát a Juanitának már... Ha jól láttam, 1036, vagy már több órája van? Ebben a játékban? Ebben a játékban. Az mondjuk durva. Nem tudom pontosan. Lehet, hogy Juanita tudja. Pontosan. ...250 szintes már, de akkor számold ki, hogy az összes létező cuccot 250-esre próbáld megcsinálni. Hány óra alatt fog az menni? Ja, tényleg, és mikor a tervezel GTA-t? Csak szabad tudnom. Fú, hát majd... Jövő hétre gondoltam egyébként. Ha az... Jövő hétre a második felébe talán. De jó lehet. Mi ez az új hal? Eventes hal? Narvál? Így van, az eventes, az még az előző. Az a hatnapos eventen volt. Nem is tudtad? Tényleg? Nem. Nem tudtam. Amikor azt a 300... azokat is valóva el kell raknom, mert ott vannak az eventes helyszínemen. Azok a 100 darab növény. Háromszor le kellett csak szednem, és már... És az jó egyébként. Mert egy fogással 30 gyémántot kapsz. Ami az nagyon jó. Meg 36-ot raktam le magamhoz. Narvából. Az szép. Azt még nekem is le kell raknom oda a halas részre akkor. Jaja. Hát nálam ott a... az állatok szélén van ott közel a... ahol kezdődik a rózsabors. Pont az a videó megy, ahol pont azt a rózsaborsot farmolgatom minden egyes nap. Micsoda harci lovakat raktam én ide. Hol? Hát ide izékhoz, a várhoz. Most a város kastélyos részt rendezem be. Jó a kilátás egyébként. Na, hogy nézzem. Ezek itt lesznek a harci lovak a vár környékén. Ó, nagyon menő. Egy kerítés nélkül ez így jó is néz ki, mint hogyha minden egyes háznak, ilyen vívósoknak itt lenne saját lova. Igen. De... Mr. Lova. De most így biztos, hogy te is kérdeznéd, hogy ott a kerítéseknél minek van ott egy olyan cucc, egy ilyen kiegészítő, vagy ilyen dísz, hogy lovasugrató. Ja, azt most már is beszéltük, semmi értelme igen, nagyjából. Semmi értelme nincs. Akkor lenne jó, hogy a... hogy tulajdonképpen lenne egy ilyen futópályaszerű ilyen izé, és így akadályként azt úgy lehetne,
És amikor lenne egy olyan animáció, ugye, hogy lóra ül, és akkor átugorja a ló az akadályt, ugye? Az milyen jó lenne. Tudjátok, hát hogy beanimálhatnák, vagy valami eventtel berakhatnák. Hát igen, mert annak semmi értelme, hogy most így... Látom, van több mint 300 000 gyémántod. Na most vannak ezek a kaucsukfa, amiből hát csak 40 darab van, nem tudom, hogy kell-e több. Hát figyelj, van üres terület, akkor valóban rakhatsz. Mindjárt nézem a küldetésedet. Ez jó, lombardiai káposztából 336-ot ültettem, 320 helyett, úgy, hogy nem néztem meg a küldetést. Érzésre? Így eltaláltad? Érzésre. Hát hiába nem ma kezdted a játékot, figyelj. Nem, nem. Na, azt mondja, hogy csatogó halból most van 66, úgy látom, hogy 110 kell neked. A Gavi az ültetve van, alpaka 30 darab van ültetve, jó, elhelyezve, jó, oké. Okay. Igen, van ahol ültetik, ennyi. Jó. Bóc hal 6 darab van és 70-et kell. Hát... Kaucsukfa. 140 kell a kaucsukfából részvétlen. Hát igen. A szarvas marhából 30-ad van, és 120 kell. Nagyszerű, csodás. Utálom az állatok, az olyan nehéz őket megcsinálni. Na, rozs. Na, az jó. 220-at kell ültetnem rozsból. Na, akkor rozs. Nézzük. Hát az még... Hát az csak télen. Jó, hát mindjárt úgyis tél lesz. Hova vannak ültetve a kaucsukfák? Lentre talán. Lent? Jó, akkor megyek az egyese. De nem vagyok benne biztos, ott leghátul talán az utolsó sorban, mintha az lenne. Ott vannak? Igen, itt vannak. Jó. Itt vannak. Klatty. Milyen hangot ad? Klatty. Nem többre emlékszem. 40 darabnak kell lenni. Ez szerintem nem volt 40 darab, amit én most itt leszettem. Fogjunk alakat. És Robin, valami új játék van a láthatáron neked? Kezdve de megoldottam azt a... azt, hogy kérdeztem is, vagy szerintem mondtam is, csak így szóban nem, hogy megoldottam a feketeséget. Igen, azt írtad valahol a Messengeren. Volt egy ilyen áttetszőség, vagy valami ilyesmi beállítás, és az be volt nyomva. Rájöttél jó később, mint soha. Hát igen, de így most jó pár ilyen két Fall Guys-os videóban ott van egy szép, fekete, zuhanó emberke. De csak annál,
volt, semmi más nem volt fekete. Csak az, azon a résznél volt, amikor zuhan. Jó, mondjuk az nem annyira érdekes, amikor ott zuhan valami. Az a szerencsé, hogy ritkán jelent meg, legalább nem volt sűrűn ez a bug. Hát ez az. De ez csak beállítás volt. Rossz beállítás. Ja, és a Hearthstone-ban a hős képességek voltak így. A legutóbbinál is. Azok is feketék voltak? A legutóbbi Hearthstone videóban meg is láthatod majd a hős képességek, meg még mit tudom én, mi volt. Na legalább ezt is sikerült akkor megoldani. Ja. Hozzátettem egy adagot a kajához. Milyen jól néz ki ez a... ez a kalózsziget, a koponya. Nagyon menő. Ez a városrész is most itt tetszik, megcsináltuk ilyenre. Tök jók ezek a kis világító cuccok, amiket most rak le Juanita. Egy kis füstölő világító kis lámpák. Nagyon menő itt ez a vidám parkos rész is. A várat berendezte még minden, mi? Szerintem még nem nagyon. Nem raktam be még semmit. Legalább két tűzhelyet berakok. Azt nézem, hogy az agave, az még nem. Az még 8 óra. Akkor az majd videón kívül lesz nálad. Hát az igen. Robin, nálad van mit aratni amúgy majd? Bőven. Hát most tulajdonképpen tegnap előtt nem nagyon csináltam semmit vele. Így az állatoknál rendezgettem, inkább az állatokat rendezgettem. Most így. Igen, most amikor így teleportálok, akkor utána már nem tudom, hogy most melyik irányba megyek. Ez itt a kérdés. Mármint? Ezt most nem értem. Hát amikor mondjuk így teleportálok, akkor utána megint meg kell néznem a térképet, hogy milyen szögben vagyok. Jaj, oké, értem most már. Még mindig nem rögtem le korhat. Vannak embereim is, de jó. Még mindig nem maradtam korhat fát, mert nem stimmel egyik része se. Hát az sehova, az valami kihalt épület, ez temető épülethez kéne. Tényleg egy temetős vagy ilyen Halloween-es épületeket el tudnék még azért képzelni itt a játékba. Nem tudom, hogy nem? Ott a Halloween-en ott milyen cuccok voltak. Ja, egyébként hát legalább két-három olyan event volt, hogy bementem, elültettem az összes eventet cuccot, és akkor szedtem le, amikor már vége volt az eventnek. Ennek mi értelme volt, azt nem tudom, azt ne kérdezd tőlem. Így jött ki. Igen, most élvezi, 30-31-et vesz így a CPU-ból. És jól megy. Ó, micsoda, milyen rénszarvas, hagyjad már! Hát mi ez? Ja, a game szarvas, mondod? Nem, ez rénszarvas, dísz. Hát ez nagyon menő. Hol van mindjárt, nézem. Itt van nálunk. Hát ez nagyon durván néz ki. Megyek ott. Atya ég. Ó! De jól néz ki. Ó! De durva. Karácsonyi event. Tuti. Elforgatom csak. Jobban fog kinézni. Nagyon menő. Hát ez nagyon jó, Ampi. Ho-ho-ho, megjött a Mikulás. Bele lehet ülni? Na. Azt a Robin a Mikulás.
Hát ez Hobbit nagyon jó. Mihuhás. Ó, én vagyok a Mihuhás. De menő. Ez kötétbe fog jól készíteni. Ó, karácsonyfa erdő. Ó, ez jó. Na hagyjuk már, hát ez nagyon menő. Nagyon menő. Hát ez, ez tetszik. Miau, mondta így. Miau. Hát ez durva. Egyébként láttad, hogy mennyibe kerül a hónak az útja, nézed meg? Érdemes. Mennyibe? Leesik az állat, egy darab kocka mennyi. 25 ezer. Igen, egy darab. És azt már a nyomja a is. Már nyomom is, szórom a pénzt. Szórom a pénzt. Van pénz lóvéra. Na hát kell, hogy a rénszalvasokhoz nem lehet rányomni, ja, rájuk nyomni. Alá is lehetne. Azaz. Meg kár, hogy a fenyők nem alapból havas az aljuk. Hát ez az. De ezt kihagyták, ennyi be ennyi. Hát ez ez rossz pont, minden. Ez rossz pont. Fú, hát az, hogy a rénszarvas alatt is fehér kéne legyen. Hát ez az, nem tokarják be az összes. Meg a fenyénél is. Igen, de az a piros villogó orr, ez egy nagy. De várj csak, nem 8-nak kellene lennie? Vagy 80 plusz egy vezér, vagy mi? Na mindegy. Most így. Ez majdnem olyan, mint amikor azt mondod, hogy 101 kiskutya, amikor 99 kiskutya van, plusz a két szülő. Érted? Logikátlan a dolog. Bár egyébként a cím az nem az, hanem a cím az tulajdonképpen a dalmaták. Az az angol címe. De hogy a magyar fordításban miért lett az úgy feltüntetve, hogy 101 kis kutya, az még máig rejtély. Ó, na látod, most már jobb, jó a szám is. 1, 2, 3, 7, mind a gonoszok, ja, oké. Okay. Ja, valamit így sütöget. Jó, jó, oké. Hú, ez jó lesz ez a kihívás dolog itt, ez a kis rés. Jó lesz ez. Ferdén nem lehet rakni. Ferdén nézne jól ki amúgy. Igen. Na most egyébként tényleg van egy kérdésem. Igazából hány rénszarvas lenne? Több filmet láttam. Valahol azért nem tudom. Páros volt, valahol hány? Páratlan. Valahol kevesebb volt, mint 8, valahol pedig... Hát a chatre rábízom a kérdést, hogy jó. Fogalom sincs, na, akkor a szányát. Akkor de... ez egy kérdés, kifejtős kérdés. Kifejtős kérdés csetre, érettségi vizsgafeladat, hányan húzzák, hány részszarvas húzza Mikulás szánnyal. Ez itt a nagy kérdés mára. Mert annyi filmet láttam, és annyi féle számban voltak rénszarvasok. Szerintem minimum 6. Sőt. Meg ugye az van, hogy egy vezér van. Igen, egy vezér van előbb mindig, az a rednózos. Igen. De akkor... meg mindig azt mondják, hogy 8 rénszarvas húzza. Vagy nem. Hogyha 8, akkor... akkor még sincs vezér köztük, hanem vezér nélkül. Igen, van. De akkor nem is lehet 8-at. Hát ez az. Na mindegy, jó, oké. Ez csak úgy ilyen gondolat, ilyen tétova gondolat nálam. Elfogadom, lehet, hogy tényleg 8, de... és kettesével lennének erről is. Igen, és hol van a vezér? Ja, igen, tudod. Hát tulajdonképpen a kutya, a szánhúzó kutyáknál is ugye úgy van, hogy van egy vezér,
És utána vannak párosban a... Legalábbis én a így többiek tudom, hátul. A többiek hátul. Ja. És van egy vezér középen. Jó, így, mert már túl hosszú lesz, hogyha még egy darab. Fognak elférni. Mindegy, majd amikor megjön a tél, akkor úgyis havas lesz szerintem az a rész, ahol a lénszarvasok alatt az a terület. Hát akkor, akkor esélyes. Úgyis hátrébb költözhet, hogy jól nézzen ki. Ez a napor, ez pontos? Meg... Hogy is kell nézni, vagy csak? Micsodát? A napórát, várjunk csak. Nem jó. Ez így. Hogy van ez a napóra? Így úszhatok. Hát jól van. Áll, fekszik, mit csinál? Hát most itt majdnem, hogy úgy látom, mint hogyha fél hegyet mutatna az árnyék. Na mindegy. Azt nem muszáj egy vezérnek szerint... lenni, szóval... Nem. Ez nem. A vár előtt itt tök jó néz ki a világító rénszarvas. Jaj, na végre a rost, tudom, na erre vártam. Huánitának mindig vannak itt még a tarsójában új dolgok amúgy. Elszárt neki, szerintem az összes meg van véve. Úgy, mint a rénáinknak is meg volt. Ja, azt mondta Huánita nekem, hogy megvette a Alchemy Garden. Hú, abban te csináltál a videókat. Igen, igen, azt mondta, most 50%-ra le van értékelve. Nem tudom, hogy mennyi az összeg most, de még szerintem még alfában van. Alfa állapotban. Már elég régóta alfa állapotban van, azt tudom. Ja, hát ilyen tulajdonképpen virágokat kell. Szedni, és... Mennyi volt? Nem láttam. Elment megint a cseh. Itt ezen a játékban nem sokáig van, csak 1-2 másodpercig. Ja, hamar eltűnik. Ja, nem láttam semmit, most meg itt ültetem a rost. Azt mondta 4 euró volt elvileg. Na. Igen, mert állítólag most már új, nagyon be akarják húzni, úgyhogy ne alfa állapotban legyen, hanem beta, és utána pedig az igazi. De hát az már... Alchemy Garden. Persze, az Alchemy Garden. Az elején, még a legelején még lehetett a növényeket árulni. Most meg alig van növény, és nem lehet eladni a növényeket. Nem csak italként lehet. Úgyhogy mondtam magamba, kösz. Nincs. Jó húzás volt. Tudom, hogy egy házat vettem már. Mocsár környékén. Abba is kell így fejleszteni? Persze, persze. A legközelebbi, az a legnagyobb ház, az 30 ezerbe kerül. Na most ugye. Egy varázsita az olyan 250-230-ért lehet eladni. Egyet. De az még ugye a növényt is kell kutatni. És vagy találsz, vagy nem. Most az a baj, hogy úgy láttam, hogy csak egy helyen van. Régen meg szerte szép annyit. De be lehet. Hát most úgy látom, hogy ezt a részt így... Nem tudom, hogy mennyit ültettem, de mindjárt megnézem a rózsból, hogy mennyit ültettem. Mindjárt végzett. Na nézzük. Jó, hát lehet, hogy egy kicsit elment velem a beszéd közben. Négyszer. Ja, akkor lehet, hogy nem csak én ültettem. Mármint Mangoldot, nem itt?
Nem, rost. Ja, rost most. Mert én nem emlékszem, hogy én ennyit letettem volna. Mm-hmm. Na mindegy. Ha több van, az sose baj. Így van, pedig 220-at. Szerintem nem csak én raktam le. Na. És meglátod majd, hogy minél nagyobb lesz a területed, olyan végtelennek fog tűnni a munkálatok sora. Na nézzük. Azt mondja, alpesi kecske. Jó, látom, 220-at kaptál részvétem. Ezért csak közepeseket szoktam venni, mert azok jobban megérik a dolgokat. Nem négyes szintű. Úgy értve, hogy a legmagasabb szintű. Őrös. Hát igen. Harangvilág. Aha, az is. Jó, kapcsuk. Ja, tényleg a gránátom az. Mindjárt megnézzük, hogy ez... Hogy ez a labirintus nagyon pepesz lett sötétbe. Na, látod, milyen jó, hogy itt vagyunk. Gránátalm az 2 perc múlva megérik. Addig öntök egy kis innivalót. 95 papírfiguránál tartok. A 100-nál kell majd nagy izét bemutatót tartani, fölzsarakoztatni őket. Az lesz, csak az a baj, hogy a közlekedőbe tudom csak elhelyezni, mert itt a túl kicsi a terület. A... hát igen, 100 papírfigura azért az már, ja. Az már sok. És még megyek bútorszalomba is majd. Amit tette? Szekrényt. Kevés a szekrény, meg végre egy igazi éjjeli szekrényt is. Mert majdnem 8 éve itt lakok, egyedül, és még nincs egy rendes éjjeli szekrényem sem. Hanem tulajdonképpen egy indiai faragott összecsukhatós asztal. Figyelj, leírta közben itt Erika chatben a játékban, most nézem, hogy 9 rénszarvas húzza, fürge, sárvos, talpas, kerge, csámpás, torkos, bátor, szélvész és rudol. Mondtam, hogy kell egy vezető. Ja. Ginál Mikulásnak a szánja. Igen, mert mindenhol ilyen 8-at hallottam, meg nem is 9-et, hanem jóval kevesebbet mutattak be, vagy... Érted? Lehet, hogy Mikulásnak is több szánja van még amúgy. Meg több szarvasa, nem? Csak átbecézi őket, vagy... Nem az ajándékokat, hogy kicsi szánnal megy, ahhoz elég a 6 rénszarvas. Jó, úgyhogy csak Európába. Ja, jó, oké. Azt lehet, hogy csak Európába, Amerikában meg izé. Amerikában 16 szarvas van a szám mögött, de az minden nagy. De tényleg most például egy gyereknek, ugye, mit mondasz, amikor itthon azt mondják, hogy nem a télapózza, hanem a Jézuska. Igen, érted? Paradik. Na? Ötlet. Tényleg, ötlet. Mit mondanátok, amikor lesz karácsony? A gyerkőcnek. Mármint? Gyerkőc? Hát... Télapót vagy Jézuskát? És a tévébe
ott van a télapó a karácsonyfánál, és ő adja oda ajándékokat. Na? Lás, hol a tipője? A jó öreg. Ugye, fogaskérdés lesz majd. Vigyázz, mert a gyerekek esze az azért eléggé rafkó. Egy... Hát az biztos, ők mindent kitalálnak. Igen, és ugye emlékeznek is, hogy miket mondtál akkor, és olyan kérdés lesz, ami hát nem fog tudni megválaszolni. Majd kamuzni kell. Na ez így megvan, ezt a 74-et. Jó tömörítve vannak ezek a birsalmafák. Ja, egyébként nagyon jól megcsináltam a ajándékbolt területemet. Most ugye két olyan terület mellé raktam, amik nincsenek még megvéve, és így nem 80 darab van ajándékboltból, hanem kevesebb, 4-jel. De jobban néz ki. De jobban néz ki. Majd megváltod. Egy külön videót úgy megcsináltam, és hát kevesebb, mint egy óra alatt megcsináltam az egészet. Mert ma a fejemben volt, már megálmodtam, képzeld. Ilyen se volt még. Hát az a legjobb, nem kell gondolkozni. Ja, de azt tudom, hogy úgy csináltam meg, hogy ajándék, hogy van csak, mi is volt? Ajándék volt ilyen sétáló sétány, vagy valami ilyesmi. Hát egy bevásárló sétányt csináltam, na, így lehet mondani. Nézd meg, itt van a Mikulás. Robin, gyere ide gyorsan. Megyek, pont arra megyek. Pont itt néz, vagyok. Valaki beleüt, és azt hiszi, ő itt a télanyú. Várjál, hol vagy? Itt, ja, hoppá. Hú, de menő. Az igen. Kívánj. Én szeretnék egy Discman-t kérni, illetve egy MP3 lejátszót. Meg egy kis kutyát. Én meg egy kis szicát. Családos túl. Családos túl. De jó. Ez egyébként eventes, és tudja, hogy ilyen jó kis maskarát. Hogyha ez az event meg lesz, akkor téli videót fogunk csinálni, és mindenki beleszöltözve ilyennek. Na, mit szólsz hozzá? Jó terv? Én benne vagyok. Simán. Jó. Adom az ötletet. Igen. Bógulyozni itt le? Azt tudom, hogy állandóan... Lehet bógulyozni. Nem tudom, csak kérdeztem, hogy lehet-e. Szerintem nem. Nem, de kell. Most itt a homokot összetapicskolom, nem baj? Nézd ide, felrúgom a... Nem baj. Vagy... Nem ó. Jaj. Ilyat. Nézd oda, milyen jó. Lehet látni, hogy így a homokot így felrúgja, ahogy megy. Tök jó. Ez nagyon menő. Ezt akartam volna az üres helyre, ott ahol. De ez mondjuk tök jó lesz egy... Lehet, hogy még ez a ház is tök jó beleillene a vizes környezetembe. És még van egy ilyen is, de jó. Gyere, Jocó, ide mellém. Gyere. Hát szia. Itt vagyunk. Hoppá. Háttérben az Arthur király vára. Nagyon menő. Ez ilyen olaszos. Nagyon menő. Megyünk aratni egy kicsit? Aha. Van aratni való? Nem tudom, mert azt tudom, hogy az
hogy akkor menjünk át hozzám, vagy hogy legyen? Ja, de arra végeztünk, amit már gondoltam én. Ja, hoppá, fociztam egyet. Várjál, én is sajrúgjam. Én sajrúgjam. Hol vagy? Hé, add vissza a labdát. Hol van? Vagy nem, a dobókockát. Hoppá, mekkorát ugtam. Ma a rozsoknál itt focizgat. Hoppá. Visszarúgom. Hoppá. Hoppá. Ú, mekkorát tett. És még magától pattog, figyeltétek? Jó, oké. Okay. Szellem. Ez már... Hoppá, ez már... Belerúgtuk a... Átrúgtuk a dobókockát. A kocsi. Hoppá! Figyeltétek! Ez durva volt. Na jó. Megnyitom akkor a farmomat, jó? Oké, és jövünk át, ha meg van nyitva. Jó. Képzeld el, hogy a cirkuszi kocsi átlőttük az óriás dobókockát. Ez a szakértelme. Fölötte. Nem fölötte, át. Átrúgtuk. Ja, át rajta. Így átment rajta. Ja, jöhettek. Jöhettek. Jövünk. Puty. Így. Szedem ki a tulipánokat. Puty. Ez jó, ez a kap... Ez a puk-puk hang. Ahogy kiszedi, kitépi a földből a... Közben úgy látom, hogy fejlődnek a sorba az állataim. Majd lesz több munkás is, csak még nem raktam oda még. Még azért ez a kevés kis 39 bidét, ez kevés még. Nézed meg a térképet. Hello. A 32-esnél van a... 32-esnél van az új terület. Hogy működik a tört verdióval? Most tudom próbálni. Na, hallok valakit. Igen, Lórand jött fel a csetre. Igen. Megpróbálja, hát fő tud jönni, bár szerintem a third verzióval nem fog. Hát nem biztos, az szerintem el van különítve az eredetitől. Egy próbát megír, hát ha. Húva. Megyek, megnézem a... És milyen sorozatokat nézel mostanában, Lórand? Inkább animét nézek. Én most végignéztem a Sólyom és a Tél katonája sorozatot, az csak 6 részes volt most, az első évad. Az az új kapitány és sorozat? Aha, igen. A Sólyom és a Tél katonája. Ez egy évados is, ennyi is? Hát most még csak egy évad, aztán majd folytatódni fog szerintem. Hát csak 6 részes Tél volt. Nem az Avengers de... De. Csak most csináltak egy külön sorozatot. Ó, értem. És az a fölvezető előzmény a sorozat? Tehát az előzmény magyaráz meg, vagy mit? Ez szerintem már a végjáték után. Mi? Egy után? Aha. Uh-huh. Ja, igen, végjáték utáni. Nekünk most a Doctor Strange van a terítéken, az jön. Már vége fele járunk a 23 Marvel filmnek. Ja, egyébként... Képzeld el, ma fogok hozzáfogni, vagy nekilátni a Doctor Strange papírfigurának. Tegnap este meg megcsináltam a Marvel kapitányt. Már megvan egyébként az a alakváltó, a Talos. A jó alakváltó, Valószín. Tudod? Ja, tudom. Tudom. Aki a... Izé. Miért írták egymásnak, hogy itt tudsz ajándékozni? Itt? Hát ajándékozni úgy ajándékboltba akart vásárolgatni neked tiketet.
Ja, igen, na, látjátok, megcsináltam. Azért, hogy... hol van? Itt van, 32-es, 32-es. Hát Robin, kérjünk körbevezetést. 32, hol van? Fönt. De ugyan ez támsorra lenne. Jó, ő kelet, észak-kelet. Megvan. Azt, amennyi ajándék volt. És szépen megcsináltam hát két sétány egymást. Ki kellett számolnom, hogy... Én tudok venni dolgokat itt. Ne vegyek titeket volna? Nyugodtan vehetsz. Legalább most már könnyű gyűjteni így. Hát most már amúgy is. Most csak pénzt kell. Itt ezeket fogom most így leszedni. Hogy már most elkezdték. Most nyárva, most rá kéne feküdni a izéra. Hát jó, igen, de már a fele, a már a fele el van. Lement a fele. De megyek a Mangoldokhoz. Megyek a Mangoldokhoz. Gyere ide föl éjszakra, én szedem, te meg ültesd. Jó. Annyi a lényeg, hogy itt a játékba. És ugye gondolom a Find Farmshoz kell menni. Igen. Itt. Talál neked valamit, vagy üdvözlő? Eljöttet, hogy Search Filter. Ez egy Permission Sorting. Lehet, hogy így gyorsan lesz. Nem, be kell állítsa valamit. Hard Quest Only. Egyébként lehet billét átvenni. Mert ugye a Mangold az... az jó sokat ad. És ugye most már szerintem 24 ezeket ad már, nem tudom. Egy darab. Mondom. 24.680. Igen. És tulajdonképpen még nincs is 250-nél szint. Nem is tudtam, ennek is van cracked verziója amúgy. Farm Together-nek. Ja, minden játék. Az durva. Ó, emlékszem. Én most lekerül. Az Outlast-ot. Ezt tudom. Outlast? Első jumpscare-nél kilépni, szóval. Most jön az új, az Outlast Willy. Nem, az hülye vagyok, Resident Evil. Az a Resident Evil. Igen, az pénteken. Na, láthatjátok, hogy mennyi nála megoldom. Ja, például meghívsz játékba, akkor betok lép. Steamen, friendem vagy? Ja. Akkor megpróbállak, várjál. Írok, hogy tükjön. Ja, nincs, itt pancs egyet rám, meg is vagy. De most neked azt írja, hogy Spacebarral játszol. Igen, mert az a Cracko ugye, és azt nem a Farm Tourader teszi be, ugye, mert a játék nincs meg alapjáraton, csak... Nem is tudlak meghívni. Meghívás nézőnek van csak, meg közös játék remote play-jel. Például meg tudnak hívni. A tört verzióból? Ja. Hát küldj egyet, hát... Hát így tényleg gyorsabb a Mangoldokat megcsinálni, mint hogy egyedül. Hát egyedül szerintem alig a felé tudtam volna fél időben megcsinálni. Ja nem, mégis tudok, jó, semmi. Hát se tud. Azért, mert lehet, hogy fölkínél a lehetőséget, csak nem küldi el szerintem az invite-ot. Nem, az eredeti nem nagyon szereti a cracked változat crossover-ét, vagy... Ja, és a WandaVision sorozatot most fogom megnézni a hetedik utolsó részét ennek az első évadának, mert 7 részes. Nekem amúgy 2 farmot hozott ki, egy Necknilla és egy felkiáltó jelű nevet. Most fogja. Ezt a kettőt azt a ki, szóval. Akkor tudni úgy van álltok is, hogy törtössel a törtössel tud csak múlni. Így van, igen. Na, van a Forrest-nek is, aki letorrentezi, az csak a torrentessel tud. Na akkor... igen, most. Most megyek. Lejöttem a délihez, itt vagyok lent. Jó, már végeztünk így a... Igen, ez az ilyen örök. De már... Mirek a játékos csetem, hogy törtel nem fog működni sajnos. Nem, ez nem fog.
lámpát. De akciós, akkor olcsóbb rendszerezni. Bár egyébként, hogyha én ugye 18 euró vagy mennyiért vettem, de hogyha van sok ismerősöd, és azokkal lerakatod az összes többi, mert ide nem is kellett. Megyek arrébb. Nem is kellett. Most jelenleg 20 euró a farm. Igen. Igen, ő nálam akciósan volt, akkor igaz 10% volt így az akció akkor, 2018-ban. De hogyha az összes létező kiegészítőt nem veszed meg, hanem elkéred mondjuk a haveroktól, és lerakatod a farmodra, akkor már az megéri még a 20 eurót is. Na az, ha van ilyen tavaszi vagy őszi akció, akkor azt hiszem... 12 kiegészítője jelent meg összesen a Fun Together-nek. 12. És egyébként mindegyik kiegészítő, most én nem tudom, hogy azt hiszem 4-5 euró egy kiegészítő. Na most számolj rá, hogy így... Hogyha ingyen megkapod azokat a cuccokat. Így van. Az már úgy jól hangzik. Tegnap egyébként azzal a kártyajátékkal játszottam, nem csak a Hearthstone, de van a Cards, a második világháborús kártyajátékkal. Nem hittem el közeden, három meccsből hármat nyertem. Pedig olyan kezdő vagyok abban a második világháborús kártyajátékban, hogy csak na. Igen, mondjad. Bocsia, hogy megszakítottad. 10-ben. Melyik? Mi? Majd a Rankedban, a Hearthstone-ban. Hearthstone-ban? Aha, akkor meccseket játszunk a Rankedban, és ugye ott lépsz szinteket, és eljutottam a Silver 10-be. Nem tudom. Most máshogy vannak, mint régen a Ranked szintek. Én emlékszem, hogy olyan könnyedén... Olyan könnyedén 1-2 óra alatt meg tudtam csinálni, sőt 1 óra alatt szerintem meg tudtam csinálni így 20-ra a rankedet, de most már ez... Már néha az első csirkés szintnél is úgy kikapok hányszor, sokszor, hogy lehet érezni, hogy megerősítették így a... Hát nem tudom, hogy a... hogy profikkal adnak össze, vagy nem is tudom, hogy tesznek össze. De most ugye inkább most a klasszikus Hearthstone, amikor az alap lapok vannak, azzal szoktam most nyomni. Az úgy visszaidézi így a régi szép időket. Már lehet, hogy azokból már össze tudom rakni azokat a kártyákat, amiket én kinyomtattam. Ugye az alapkártyákkal kezdtem el. Azóta behoztak pár durvát, azt tudjuk. Csak az a baj, hogy nem tudta, olyan gyorsan hozták be így a dolgokat, hogy nem tudom már behozni a lemaradásomat. Hát, sok idő kell hozzá, az biztos, hogy bepótol. És pont végzünk gyerekek a mandóra. Időben. Mindjárt lejár az évszak. Csiszre lesz meg, figyeld. Hát pár másodpercünk van. Pár másodpercünk van. Ugye, Lori? Még van egy jó játék, amit én tudok ajánlani. Így lett. Ajjaj. Gyorsan, 1-2 másodpercünk van. Micsoda neve? Buszi, basszi. Hoppá! Biznit. Megvolt? Minden megvan? Pár másodpercem múlott. Na, ránézek. Hát ez éppen meg, hogy befejeztük. Pár másodpercem múlott. Ügyesek voltunk. Ja, megnézheted egyébként a... az állataimat ott lent, a 11-es teleportnál, jó szó,
átrendeztem azért a dolgokat, az állataimat. Kezded ezt az egészet végig átrendezni. Nem volt semmi. És miért kellett átrendezni? Hát, hogy külön a csirkék, külön a marhák, külön a lovak, stb. Úgyhogy így teljesen át kellett rendeznem. Az jó játék lehetett. 3,5 óráig tartott. Folyamatosan. Igen. Jól el lehet lenni egyébként ezzel. Hú, Anita kérdezi, hogy kék szőlő mehet? Kék szőlő? Persze. A szőlőültetvény ott van külön. Ott, ahol közlekedik a vonat, az alatt van. Ja, ott van lent. Igen, és azt hiszem, úgy láttam, hogy... Ó, várj csak. Valami kioldódott. Egy új. Micsoda? Kioldódott. Sonkatök. Micsoda? Sonkatök. Mi? Sonkatök. Hol van? Nézzed meg, legesleg alul van, amik hát csak télen ültethető, de nézzed meg, hogy sonkatök ott van. Kioldódott. Tényleg. Akkor a tök le lett szedve. Olyan, mint a Halloween-i tök. Nem, ez a sütőtök. De úgy látom, hogy a kék szőlő az mehet. De úgy látom, hogy nyáron és tavasszal ültethető a fehér szőlő. Mindegy, arról már lekéstünk. Hát azt lehet. Hát a szőlőknél a szőlőket nyugodtan bármilyen szőlő lehet. És akkor van olyan, hogy ő gyapot, ugye ott a ruhaboltok részlegnél van. Mindegyiknek van külön. A zöldségek a zöldségeknél, a gyümölcsfák azok ott vannak a gyümölcsöknél. Ott észak nyugaton, ha jól emlékszem. Így. Hát itt jó sok minden van egyébként. És még gondolkozok, hogy még mit lehetne itt ültetni. Jézusom, mekkora ez a terület. Atya úristen. Azért ez nem... Ez a szőlőt. Szőlőt még lerakom, azt én lassan ellépek szerintem. Ja. Megyek, vacsorázok egyet. Ti még folytassátok nyugodtan. Persze, még így. A kaucsukfát kell nekem is. Az van küldetésben neked? Aha. Aha. Látom, 110. Jaja. Hát van annyim szerintem. Most itt a nagy piacnál vagyok. Ott van pár kaucsukfa. De majd egyszer azért jó lenne majd így Hearthstone-t. Legalább így egy videó erejéig. Vagyis, hogy nem videó, hanem így élőben. Ja, jó. Egy élőt azért. Berakjuk a GTA-s hétre. Aha. Lehet. GTA utára. Ja. Milyen lesz ez a GTA-s? Milyen lesz? Vagy hogy érted? Hát... Sumo marháskodás. Aha. Hát... Itt nem egész héten, de itt lesz egy kettő egymás után. Hallom, hát már... Már mindenki ki van éhezve. Gondolom, hogy már téged se hagynak nyugton GTA-val. De hogy... most már nem kérdezgették szerencsére. De azért elég sokszor kérdezgették, na, akkor így mondtam. Régebben, ja. Most így. Szerintem hamarosan majd az a videó is fog érkezni, amikor megcsináljuk Juanitával a Vidámparkot. Szerintem még olyan 3-4 videó kell. De van már neked egy Vidámparkod, nem?
Ja nem az, hanem videó. Videó formában. Még ja, azt nem tettem közzé. Szerintem olyan... 2-3... 3-4 videó környékén lesz. Szerintem lépett még a sorozatomat. Na jó, van jó sorozatulást akkor, Lóri. Majd miért jár a gyere, akkor majd mindenki. Hát, de szervészetes. Ó, oké. Hát az kihagyhatatlan. Az kihagyhatatlan. Ezt nem hagyjuk ki. Csak nem gondolt, hogy kihagyná. Szép. Milyen egyébként a farmom? Jó nagy, nem? Így. Bejárhatatlanul nagy. Szépen fogalmazva. Nem használunk csúnya szót, de nagyon nagy. Igen, most így nézem a... Oltári nagy. Felvételed megy, Robi? Felvétel megy már. Hát az van, hogy most így pont 90 percnél tart. Így a dolog. Na, az jó. Hát most minusz nem 30. Minusz 30 perc. Igen. Hey, minusz 30. Hát tudod, az ami így ment, aztán utána már így annyi. Aztán nem ment. Aztán így... Az akadozás miatt sajnos az így el lett szúrva, de mindegy. Majd az új gép lesz a tudja, az belakod, berendezkedsz rá. Hát most ugye az biztos, hogy nem 1660-as videókártyám lesz. De akkor sajnos a, nem a 3060-as lesz, hanem 2060-asra számolok. Ah, az van nekem is. Az van neked is? Aha, az van nekem is, a 2060-as. Hát ez a terv. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Majd vasárnap még megyek kertészkedni is, kimegyünk telekre, szülőkkel takarítani. Mert hát ugye tavaszi, ma a kertész már megcsinálta a feladatát. A kertész már megcsinálta a feladatát, mi a házat csináljuk. Hát az is szép lett amúgy, szép fehér, friss fehér. Igen, igen. Egyébként az a nagyon sötét barna színű volt, fehérrel kombinálva. Aha. De most jó ez a, ilyen, egy kicsit olyan vöröses barnás. Nem látom magamat, hol vagyok. Ja? Ja. Hát most azt mondták sajnos, hogy így 40-50%-kal minden elszállt. Ja, a fuvarozás költség pedig 300-400-zal szorosára nőtt. Szóval azok is elszálltak. Ja, ennyire meg... Nagyon. Nem kicsit. Nem ám. És ennek marhára örülünk, amikor így, tudod, így elküldik az indusok a... Aztán így nézzük, ha, csak ennyi, jaj, de jó. Lehetett volna még többszöröse, nem? Hát... Idézőjelbe. Hát most mondják, hogy elég szar a helyzet. Ott. Ilyen, mert ott ugye elég sok szakértőt ismerünk. Indusoknál, hát mert ugye mégis gyógyhatások készítmények vannak nálunk, a jurvéda termékek, meg minden. És hát, mondják, nagyon kemény a helyzet, de hát még szerencsére tudnak szállítani nekünk. Mondok, jó, oké. Okay. Az a szerencse. Ha, még az a szerencse, igen. De bizonytalanul, hát gondolj bele, hogy most még ugye a parasztoktól is, vagyis a földművesektől is akarják venni a pénzt, milliárdosoknak adni a kormány, mert több kicsi az nudli, legyen egy nagy, és ugye most az a, tiltakoznak most, azt hiszem 250 millióan tüntetnek. Ajjaj, igen. Vissza, megnézem a farmomon még egyszer, mielőtt a két labirintus, aztán én elzúzok. Jó.
vettek rájuk egy pillantást. Tetszenek. Még Robinnak a minimum. Hát én csak ilyen kicsit mertem. Teljesen jó. Az a kezdő, ki mondom. Igen. Csak zöldfülűek ki. Majd nekem is... A sajátomon végig sem mentem amúgy. Kitalálok vajon a sajátomból? Nekem kétszer kellett megállnom és gondolkozni. Úgyhogy... Menjünk erre... Balra... Uha! Igen... Talán... De kikerültem én is, csak gondolkoznom kellett azért rajta, hogy melyik irányba menjek. Veszek egy közepes. Nem zsákutca. Fenyő, alja a gombát kell. 540-et kösz. De legalább nem állatos. Képzeld el. Fenyő, alja a gombát kell. 540-et elültetnem. Egészség. Ezt majd videón kívül fogom megcsinálni a szódziát. Na most úgy gondoltam, hogy most nem fogok csinálni majdnem 4,5 órás videót ebből. Valahogy most nincs annyira energiám el. Megnézlek azért téged, jó? Csináljunk egy ilyen csoportképet, tudod, amikor nem a nagy keréknél, ahogy senki nem látszódott semmi, hanem padra üljünk le. A rénszarvasoknál, tényleg, igen. Fontkereső. Itt Tali. Intetünk. Jaja. Halló, ez tánc. Ez nem az. Várjál, farmok keresése, még mindig gondolkodik. Miért gondolkozik ennyit? Na mindegy, jó, oké, megvan. Úgyhogy most nézem meg a Wanda és Víziónak az utolsó 7. részét az első évadából. Nagyon jó egyébként. Ja, és az is tulajdonképpen... Micsoda? Ja, jó, oké. Most hittem, hogy más irányítja, mert nem arra ment a karakter, ahova nyomtam a gombot. Kura volt. Na, vírusos. Na és akkor... hol vannak a többiek? Ahó! Szerintem csak... nem jöttek föl. Ők azt hitték vége szerintem. Várjál, akkor így. Várjál. Ez egy kétfős csoportkép. Jó, akkor egy pillanat. Ő azt mondja, hogy... Enter gomb? Nem. Escape gomb. Fényképezőgép mód. Ezt ő azt mondja, hogy most jó. 1, 2, 3. Oké. A karakterem nem nézett szembe. Jaj, most jó. Oké, most jó volt. Oké. Na, meg is van. Na jó, Robi, köszönöm szépen, aztán szép estét, jó pihit. Jó, úgyhogy próbáltam segíteni, lehet, hogy ez a 8x8-as, ez egy kicsit kicsi volt, kicsi lett, labirintus, de hát így is azért gondolkoznom kellett, hogy hogy meg mint kellett ezt. Azt mondja, hogy 22 óra múlva kezdődik a következő event. Úgyhogy akkor lehet, hogy majd abból biztos, hogy csinálok majd egy első videót ebből is. Meg még szerintem veled is lesz abból. Nem tudom, hogy meddig fog tartani az az event, de biztos, hogy egy hétnél több ideig biztos. Mert ez egy nagy event lehet. Nem kicsi, akkor is egy kéthetes lesz. Na, ja. Jó éjszakát. Na, akkor neked is jó éjszakát kívánok. Ciao. Szia, szia. Na, nézzük csak. Na, hát itt a vége. Úgy gondoltam, hogy most ez egy ilyen kevesebb, mint 2 órás videó volt. Persze az első fél óra az úgy, hát nem akadozós volt valamiért. Hát mindegy, megmutattam mindent, hogy mit csináltam. Farmon, ugye a labirintust.
Úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!